Hello, hello, sziasztok, üdv! Lehet, hogy... bocsi... Ez nem az, ez nem az, ez az. Lehet, hogy azért szólt duplán. Sziasztok még egyszer, szia Jutus, szia JR, illetve aki a lurkol a háttérbe, hogy... Remélem normális a hang, meg minden, jól lehet hallani, majd beállítom, mert megint másképp streamelek más gépeken. Ja, igen, Jutusa. Kapni fogok, mi? Mit akarok mondani? Majd amúgy simán megadom ezeket a zenéket neked is, hogy tudod használni, hogy a címét. Na, igen, ez a játék, ezt ugye NGR neked is azért szóltam. Ez a játék, ennek a demójával egyszer régen játszottam, meg ugye egy másik játékkal a... amiben egy ilyen szakállas faszit kellett játszani. Ennek volt régen egy demója, egy Silent Hill beütésű indie játék, ami nekem így tetszett. Lehet, hogy lesznek benne picit gagyi részek, de brutál elborult az egész, mármint, hogy nagyon érdekes ilyen jelenetek vannak benne, finoman szólva. Hogyha az Outlast streameket láttátok nálam, az ottani, hogy is mondjam, ellenfeleket, akkor lesznek apró ilyen dolgok. OF, várjál, Jucus, mi az az OF? És én elcsesztem a listámat, és véletlen az LMV-ket ez elé raktam, holott ez a játék, ez ma jelent meg. És én most szembesültem vele, mikor ott böngésztem a netet, hogy kijött ez a játék, és ezt már nagyon vártam. És most azért streamelem, mert megkaptam a kedves kollégáktól, ugye többen készítettek hozzá ilyen a demóhoz felirtott, meg mindent is, ugye Noob most megcsinálta a... Várjál, OF, OF... Hát most így hirtelen nem jut eszembe. És az a lényeg, hogy megcsináltak a feliratot, úgyhogy így akkor már tudom így játszani. Úgyhogy... Na, és ezzel akarok most játszani, és nem tudom, nekem így bejön, lehet, hogy NGR nem kicsit poénos lesz, vagy lesznek benne olyan részek, ami nem, nincs annyira kidolgozva, de remélem, hogy inkább kellemesen csalódunk. Azt mondja, ez nem az a kép, amit akartam, és akkor most a chatet ott már fönt fogom olvasni. OF, gondolkodok Jucus, csak most így nagyon annyira összekapkodtam itt magam, meg mindent, hogy bocsi, de nem igazán. Várjál, és ha minden igaz, akkor hang is lesz, meg kép is, meg minden. Aztán majd ti visszajeleztek esetleg. Ja, meg hogy a stream milyen, mert ugye a streambe is állítottam. Ja, OnlyFans, igen, az brutál, igen. Várjál! Nem tűnt Ah, jó, oké, jó. Bocsánat, az előbb nem tüntettem el a felé, vagy a izét. Úgyhogy kíváncsi leszek most erre a játékra. Mint a sztorira, mint a... Ja, az igen. Most már leszettem amúgy azt a poénos izét. Na, várjál. Kiválaszt, oké. Várjál, elveszem a... Úgyhogy meglátjuk. Nem tudom, hogy milyen játék. Ha jó, akkor mindenki végig akarom vinni. Ha annyira irritáló, hogy nem, akkor előfordulhat, hogy nem viszem végig, de... Meglátjuk. Felirat be. Oké. Játék. Oké. Nyelv. Jó. Csúnya annyira nem lesz, mert állítólag Unreal Engine 5-ös, legalábbis a demo az volt. Círják, hello, hello, az szép volt a de... Á, indie játékhoz mérten szép, úgyhogy... nézzük, nem... Nekem is tök új lesz, a demóban nem sokat lehetett játszani, az ugye... Na nézzük. Igazából én a sztorira leszek kíváncsi, mert maga a harc, vagy a játék az lehet, hogy nem annyira bonyolult. Azt léci majd, hogy mennyire akad a játék, vagy valami, azt majd, ha esetleg nézitek, hogy...
Hogyha akad vagy valami baj van a játékkal, vagy ilyen pixeles, akkor... Ja, Jucus, mindjárt elolvasom egy pillanat az intro után. Hogyha NGR esetleg nem tudom, hogy te látod monitoron, vagy ha bár Jucus, te is tévén nézed. Szia, Círiak, amúgy nem tudom, hogy köszöntöm. Hogy... mert akkor állítok, visszaállítom a stream minőségét, ahogy volt. Jaj! Azt a kurva. Igen, nagyon beteg. Ez egyértelmű volt már a trélerekből, ami volt régen tréler róla, hogy nagyon ilyen, mondom, ilyen már a Silent Hillnek egy ilyen durvább változata. Ez az előbbi berettenés, ez nem a streamben volt, amikor előbb megakadt a játék, hanem ez konkrétan itt az átvezetőben állam. Úgyhogy... értemszerűen, aki nem bírja az ilyet, az már így az elején el tudja dönteni, hogy akarja ezt nézni. Csázs, hogyha hello. Jutus, mindjárt olvasok. 18 évvel később. Oh, it's getting late. Nobody's gonna swipe right in me anyways. I should probably clean up the mess downstairs before I crash for the night. Na, most azt kérdezem, hogy bármilyen pixelesedés vagy akadás volt esetleg így a stream elején, itt a videóban. Nem, mint olyan gyors mozgások lettek volna. Igen, Jucus betegeskedik, úgyhogy azért nem volt ma. A Silent Hill nem volt ilyen beteg. Ott is volt, de nem ez a fajta ilyen brutál gyilkolás volt, hanem ott inkább vizuálisan... a szörnyek, meg minden, az a része volt beteg. Ja, círjak, jó. Hát, zacskót az készítsetek valószínűleg. Sötét a kép. Jaj, az lehet, mert maga a játék is sötét, szóval nálam is itt sötét most ez, de az elején ott nem kell. Várjál, ezt mondja. Aha. Hát a stream képe az egy picit világosabb az tény, mint a... Várjál. Pillanat. Utána meg elolvasom, jutosak. Nem, most nézem telefonon, ez direkte ilyen. Ez ugyanazt látom, mint a monitoron. Szóval akkor nem akad nálatok a játék. Ja, NGR, a sötét, az, hogy sötét a kép, az direkt ilyen, az nem egy hiba. Csá, Arcsi, hello. Várjál, hadd nézzem én meg, mert azt mondja, hát nálam nem akadozik, úgyhogy én szerintem ez így jó lesz. Ha esetleg pixelesedik, akkor majd szóltok. Itt ott így ilyen vagy kikockásodik. Csőkobbi amúgy, még egyszer. Egy pillanat türelmet. Mindjárt jutos olvasom. Na, akkor mehet, azt mondja. Itt telefonon azért. Ja, igen, hasonló, igen. Hát, be volt egy kicsit rekedve, Jusszus, meg gondolom ez a köhögés, tudod, Zsotya. Mit akarok mondani, amúgy akik még később jöttetek?
Mindjárt egy pillanat, jó. Az jó jucus, ja, látom, amit írt, tehát figyelj, akkor lesz itt minden is. Na, azt akartam mondani, hogy aki későn jöttetek, esetleg nem hallottátok, hogy most azért lőttem fel a streamet, mert amúgy nem terveztem, mert holnap dolgozok, ilyen későn. De egy, elírtam a listába ennek a játéknak a megjelenését, ezt régen egy demóba próbáltam, és nekem nagyon megtetszett, kicsit ilyen indie játék, ugye Silent Hill-szerű valami, és most eszméltem rá, hogy ez ma jelent meg, és az én listámon az LMV-k után volt, és ezért nem figyeltem, hogy ez mikor jelenik meg, mert ugye föl volt így, vagy 25-én csak elnéztem, és akkor most így hirtelenjébe úgy gondoltam, akkor na, belejátszok, mert ezt vártam viszont. Igaz, hogy indie játék, de a trailerek alapján jónak tűnt. Ja igen, YouTube szép helyeken jártam, úgy, ahogy volt 3 napos. Na mi, akkor kezdjük, hoppa. Oh, kiskutya. Feeling all right, Klapsi? Who's a good boy? Charlie fee, hello. Minek a vajokat tanulja? Ja, igen, valóban ott Zsotyánál volt valami szakadás. Na, azt nézzük. Nem kell most emiatt aggódnia. Jesus, God, I really need a haircut. Annyi azt ugye szoktam mondani, hogy ha nagyon fontos szöveg, akkor tegeljétek be a nevemet, akkor ugye könnyebben el tudom olvasni. Tehát, Csá Éden, hello, szia. Hallod? Jó, hogy jöttél, akartam kérdezni, múltkor láttam, hogy valami streamelt, csak nem tudtam ugye benézni, hogy... Árcsi, milyen déjà vu-d van? Hogy mit streameltél? Fogsz majd streamelni rendesen, hogy mert valami, azt hiszem a Mirázsral játszottál, nem? Csácsá, Éden, köszi. Éden adást is nem láttam. Hát Lifi valamivel ját. Egy adás volt, de nem tudom, hogy én úgy emlékszem, mint a Mirázsral próbálkozott volna. Mintha már láttam volna ezt a gémet az elejét. Hát ez most jelent meg, ez biztos, hogy nem láthattad. Ez nem volt ilyen korai hozzáférésben. Mármint demo volt belőle, de ott nem ez volt benne. Max hasonlót esetleg, de ha arra az elejére gondolsz, az meg pláne nem, ami, ahogy elkezdődött. Figyeld, még ott a sikolja izén. Szerintem Archi csak ilyen hasonló. Úgy lesz stream. Na nézzük közben. I should finish cleaning before I go back upstairs. Takarítást. Várja, de ez ugyanaz a... Azt a mocskos kurva... Ma, elnézést, bocsi. Jézusom. Köszi. Chagery, ja köszi, mert olyan picik a betűk, nem tudtam elolvasni. Igen.
Bocsi, hogyha netán kimarad egy-két jár, csak ugye, ahogy közben I should have játszok, finished the game nehéz before I go back mindent upstairs. I need to find a good team for időbe this. tárolom. Na. Ja, összetakarítja az ilyen mosnivalót. Vedd fel a megmaradt piszkos ruhákat, ez megvan. Jézusom! Jutós! Te is! Az szép, köszi, köszi mindkettőt magam. Ja, igen, mert... Mert úgy van, ezt nem tudom pontosan, hogy hogy lehetne megoldani, az alert. Hogy mondjam? A stream az egyik gépből átmegy a kis gépbe, és az a capture card hangja belemegy az asztali hangba. És... Mindjárt megvárom egy pillanat, köszönöm az alertet. Annyi a baj, hogy ez egy picit hosszú alert, ez nem annyira jó. Jaj, jutos, köszönöm. Ja, mindjárt közben csinálom, csak annyit akarok még ez a hanghoz hozzáfűzni, hogy van az asztali audio, ahova bemegy az alert, és pluszba a capture cardnak a hangja megy a capture card csíkján, vagy a hangsávon, plusz belemegy az asztaliba, és nem tudom, hogy hogy tudom majd azt megcsinálni, hogy ne menjen pluszba bele. De majd megpróbálok valamit. Na nézzük akkor tényleg. Azt mondja, kipakolni a szájtógépet és játékkonzolt? Számítógépet? Ja, kipakolni. Családot... Oké. Okay. Ja, igen, kombia. Az a rengeteg gyilkosság az elején. Azt mondja, aha, ja, hogy az összes ruhát így össze kell szedegetnia. Nem, Éden, az alert a kisgépen, minden a kisgépen megy, csak a nagy gépről van bevezetve a kép hang, a capture, ez az USB-s capture cardba. Vagy ilyen capture eszköz. Nem kártya. Jesus. Na, akkor a szennyest, azt kimossuk. Mondjuk ez a gyilkosságok után ez most így ilyen lightos. Ja, meg akartam mondani, hogy lehet, hogy itt ez a két hangsáv nem fogja már egymást zavarni, mert most jött eszembe, hogy a hangos volt a fülesem is, és lehet, hogy onnan lehetett talán egy pici delay, hogy az meg a mikrofonban hallatszik vissza. De ez a rövid főszettem, nem? Várjál, és a ja, fő kell menni kimosni, szerintem. Hogyha... Nem, itt valahol itt lesz a mosógép. Óha, valami zörgött. Várjál, vagy még valahol van ruha. Aha, ennyi. Na nézzük. Milyen kis papucsa van. Hm. Dupla hang a forrás OBS-ben, vagy akár... Ó, várjál, annyira nem tudom így olvasni. Hát nem tudom, Jutus, lehet, hogy nektek sötét, nekem nem. Így telefonon nézem magam, és nekem ilyen... Nekem jó. Vagy a... Aha. Figyelj, azt tudom csinálni akkor gyerekek, hogy egyszerűen kiveszem az alert hangot, más nem tudok most így hirtelen csinálni. És akkor most egyelőre marad a játék, mert így ez... Ahogyha az asztali, egyszerűen nem tudok most így hirtelen bele nyúlni ebbe. Ja, rendben, Éden, persze, beszélünk majd.
Zsotya, a kisgép nem tudja. Vagy tudja, de semmi értelme, mert szétesik a kép a francba. Azt mondja... Ja, Jucus, hát bocsi, bocsi, de... Hát ilyen a játék, az a baj. De mondom, sötét van a lakásban, úgyhogy... De az a baj, nem tudom, hogy ti mit láttok, de... Nekem a telefonon ugyanaz, mint a... Hoppá, ez már volt. Ugyanaz, mint a... Mi a nevén? Amit itt a képernyőn látok, várjál. Ja, hogy alak... Ja, értem, biztos jó. Beesett. Várjál. Azt mondja... Valahova még el kéne menni. Ott a kutya, itt a WC. Azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy tökéletesen menne úgy a kettő együtt, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez technikailag optimalizálna. És a kettő egy után biztos, hogy menne vele. Azért az... Az nem... Aha, az fasza. Azt nem baj, Lifi, mert nem tudom felszedni a kosarat. Vagy legalábbis nem, elmentem mellett. Hopp. Szeretett tagja volt, nagy szerepet vált a helyi élelmiszerodazán. Benne volt az utolsó. Nem kell most aggódnom ez miatt. Aha. Hát mindegy, addig megyek körbe, ameddig nem találom meg a megoldást. Nem tudom, hogyha egyelőre így streamelem, de mondom, a többiek azt mondta, nem szóltak, hogy bármi baj lenne a streamben. Most annyi, hogy 720p, de az egy dolog. Azt a kurva. Így. Nem, 1080p. Nem lehet fölvenni. Azért mondom, itt valami más. Valami, vagy ki kell menni a házból, vagy én nem tudom. Várja. Ez nem, ez szokásos. Az a baj, hogy annyira fos a Twitch-en úgymond ilyen szempontból az a bitráta, szóval hogy nem lenne olyan drasztikusan jobb úgyse. Na de mindegy, ez most nem tartozik ide. Várja. Hát, van olyan ajtó, ahol nem mentem még be? Na itt viszont tényleg sötét volt. Aha. Hát inkább úgy, tudod, mi a neve? Kobi úgy állította, vagy úgy voltam vele, hogy inkább 720p nagy bitrátával, mert akkor lehet a felbontás kicsit, de nem esik annyira szét. Egyik eljutszós. Vakon, várj, ezt hogy érted? Hallod? De most... De valakinek van tipje... Jaj! Jó van. Nem szóltam.
Igen, Kobi, hogy a... Ó, köszönöm a... Zoltán, szia, hello. Ja, használod Ácsi azt a izét, igen, van egy ilyen funkció. Ja, most beszélget valakivel. Tudom, hogy nem nézek jól, de gondoltam, hogy ilyen csúnya. Éppen csak találtam. El sem tudod képzelni, milyen hangosra állítottam. Várj, mire gondolsz? Maximum. Aha, maximum van a hangerő, hallottad ezt? Mire gondolsz, Ácsi? Ja, hogy a feliratra. Ja, értem. Akkor szerint kevesebb, mint... River Lake-ben lakom. Új, én is ott lakom. Á, szóval egy olyan csaja beszél, aki itt lakik a környékén. Talán akarod, hogy megnézem. Amúgy... Annyira nem vészes a felirat ahhoz képest, hogy ilyen gépivel van fordítva. Szerintem, most így elsőre. Ilyen ragozási hibákat most így nem is nagyon találtam benne. Amúgy utolsó, igen, én is szoktam így. Mert látom a fényedet, aha. Mire, mennyire vagyok közel? Szó szerint a szomszédban vagy. Ó, hát ez fura. Nekem mondod, mi az esély ennek? Ó, hát gondoltam... Most vetted meg a házat? Nem vette meg a házat, a nagymamától örököltem, amíg meghalt. Csak tegnap reggel kaptam meg a kulcsot. Ó, sajnálattal hallom ti ketten, közel álltatok egymáshoz. Nem is tudtam, hogy egyáltalán létezett egészen egy héttel ezelőttig, amikor az ügyvéd felvette velem a kapcsolatot. Ja, az a papír volt itt a házban. És közölje velem, meghalt és rám hagyta a házat. Á, GR, igen, már ki amúgy nagyjából sejteni lehet, hogy miből indul ki az egész, mert valószínűleg ez most akivel beszél, én arra gondolok, hogy nem létezik, vagy nincs ott. Közeljövően, hogy meg, igen, a szívás. Nem igazán, egy éves koromban fogadta körül, szóval igen, nem igazán sok infót, ingyenes ház. Szörnyű lehetett úgy felnőni, hogy nem ismered az igazi családod. Nem volt semmi baj, ott volt az örökbefogadó. Nagyon egyszerűek voltak. Furcsa, egy nő volt. Miért volt furcsa? Super hard borzongató volt. Na most ez a super, ez nem biztos, hogy szó szerint így van angolul. Mindig jöttek és mentek ezek a gyanús kinézetű emberek a házából késő este. Eljöttek a házhoz és imádkoztak. Micsoda? Rituáléztak. Megnehezítette az alvását. Nagyon para, ha ez nem is az, aki... Igen, Ácsi, hát én abból gondolom, hogy mivel hogy a játék jellege ilyen, valószínűleg, hogy itt lesz ebbe egy csavar, hogy... Vagy ha beszél is valakivel, akkor itt indul a sztori, hogy ő neki köze van ez az egész. A nagy okkultista volt a francban. Nem az első választásom a szavakra, de bármi a ami a csónakodba úszik. Mi? Érdekes hallani arról, hogy valaki, akit sosem ismertem, belekeveredett valami ördögimádás típusú dologba. Nem tudom, mit csináljak, de a házból jövő zajok határozottan nem egy nyugdíjas öreg asszonytól jöttek. Vagy lehet, most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy amit az elején láttunk, az a brutális gyilkosság, hogy talán az a ház, akiről most ott beszél. A gyilkos nő írt a cím, nézte felhúzott hangerővel.
Nem is tudom, az öregek furcsa dolgot csinálnak, szóval miért tudsz ennyit a nagymamáról, tudom? Azon kívül, hogy a szomszédban laksz. Pár éve belopóztam oda barátaimmal, mert volt egy kis kihívásom, a hely normálisnak tűnt, legalábbis a szobák, ahova be tudtam jutni. Ja, hogy betörés az egyik hobbi, nem igazán, de most komolyan nem láttál semmi furcsát, miközben beköltöztél a cuccaiddal. Van néhány szoba, ami zárva van. Igen, holmiát padlásra vitték, úgyhogy valószínűleg egy dobozban vannak valahol. Holnap kiderítem, azt hiszem megyek aludni. Tényleg most nem vagy. Legalább egy kicsit kíváncsi, tudom. Nem igazán túl fáradt vagyok. Ah, rendben, aludj egy kicsit, de nézd meg azokat a zárt szobákat is, szólj. Megül a feszültség. Majd meglátjuk, én most komolyan megyek aludni, majd holnap bepotolom a lemaradást. Aha. Szóval akkor, hogy ott... Valami ott van a nagyival kapcsolatban. Online dating is overrated. I guess there's no time like the present. Maybe the keys to those rooms... Nem, kucsak az padláson lévő doboz vannak a cuccai között. Ja, várjál, ne, mi? Akkor mi vagyunk abban a szobában, ahol az öreg nénike volt? Mert azt mondta, hogy felvitték a padlást. De akkor mi vagyunk, basszus, hát most jut eszembe, hát itt van a, az ügyvédnek a levele. Akkor ez az a szoba. Akkor nem, a, nem az, a, az lakik a néni szobájában, akivel beszéltünk. Én a párbeszédben így akkor összekevertem most, hogy ki mit mondott. Akkor egy dobozt kell keresnünk a nagyi. Izéjával, kis kendőivel, meg a kis zsebkendőivel. Amúgy ez a puska, ez szerintem ez még fogjuk használni valamire. Ezt... Aha, figyeld. Elég a... Igen, Archie, igen, ugyan. Azt mondja... Ja, meg Jucus, a círiek vett ilyen pakkokat, hogyha olcsónak... Habár, ja, az neked megvan, azt hiszem, ilyen... Tudod, ilyen kódos pakkokat, vagy mi? Várjál, a zoomoló... Ja, ez nem ér semmit. Jézusom. Hoppá, azt hiszem. Földszinti óra. Ja, hogy ez a, ez az órának a mutatója. Az komoly, Jucus, az komoly. Ja, hogy izé, pihenteted most a váltásig. Az szép. Biztos, hogy kibírod? Na nézzük. Hát, pár nap, egy hét múlva jön az új szezon, azt hiszem. Mi történt? Zaj van a padláson. Ó! Hoppa. Valami leesett, vagy nem tudom. Igen. Nincs itt semmi változás. Ó, várja! Olvas. A közösség szeretett tagja volt egyszer van a helyre. Ez annyira nem... Most még nem tűnik érdekesnek. Milyen fura, hogy az E betűvel kilépni kell, és a Q-val meg úgymond leokélni a dolgokat. Na. Oké. Várjál. Most itt történt van. Várja, ezt a, mondjuk ezt a vázát nem néztem még. Ah, nem.
Akkor csak ilyen látomása volt. Na nézzük. I've got to tell Martha about this. No. There's no way this is real. This is... Oh, Jesus. A falakon ilyen izé feliratok. Azt mondják. Várjunk csak. Azt akartam, hogy. Aha. Á, itt tökéletes, itt csak a csetet látom. Várjál. Most tehát, gondolom ez eddig nem volt itt, ha jól emlékszem, ez a sok ilyen karika itt a falon. Ez nem. Valahol kell történnie valaminek. Az nem. Most vagy ki kell menni, vagy... Vagy megint... Várja? Nem. Még nem tudunk kimenni. Pedig kint jó kis szörnyek várnak majd. Várja. Jaj, várja az órát, azt viszont... Várja, Adi. Aha. Aha, akkor be kell állítani valami időt, gondolom. Csak kérdés, hogy mit. Nem, várjál, idő. Várjál csak, ezek a feliratok itt nincs valami... Hoppá, ne menj le. Ja, ez magától megy le. Várjál. Nem, azt hittem, hogy talán hogy a falon lehet, hogy valahol van egy szám itt ezek a nullák közül. Még azt el tudom képzelni. Vagy ez nem tudom, hogy ez bármit is jelentene. Hát... Csupa ilyen nullákat látok. Akkor honnan? Várjál? Vagy megpróbálom a gépbe megnézni. Á, nem. Nem lehet. Melyik az a bumi skin amúgy? Oké. Várjál.
Ezt se tudom megnézni, hogy hát ha ebbe van valami. Itt a padláson. Itt semmi nincs, vagy legalábbis én nem látok. Ja, értem, ja, értem, Archie, értem. A képeken nincs valami esetleg. Ott van. Várjál. Oké, ebben nincs semmi időpont, vár. Nem. Ez a baj, hogy le nem akarok menni, de... Nem látok számokat. Csupa nulla van. Nem, ez biztos, hogy nem ez az. Hopp, ott a játékkonzol. Kéne egy valami segítség. Az a baj, itt már megnéztem mindent. Mondjuk az egy más dolog, hogy átgyalogol a széken. Várjál, de honnan kéne nekem tudni, hogy... És mi van, ha... Éjfélt beállítok, akkor mi van? Ó, Atya úristen! Na jó. Ez tök véletlen, nem? Fingom sincs, hogy miért éjfélt kell. Most csak úgy gondoltam, mert mondom... Semmi más ötletem nem lett volna. Hát ez faszom. Na szóval, valami dobozkát nyit. Már lehet hallani ilyen hangokat. Ilyen kántálást, hogy mi ez. Jézusom. Mi ez a? Keze szeptember 13. Hú, ez nem rég volt. Ott van Judit Nagyi. Judit Nagy. Jézus, ajjajjaj. Igen, de hallod, ez durva, mert volt egy játék, ott is volt Judit a... a Jucus a... Emlékszel a... A Tormented Souls-ba, az is egy játék, azt is lehet majd egyszer végigjátszom, mert azt ugye nagyon akartam, csak valahogy mélyre elmaradt. Az is egy jó játék. Igen. Mondjuk ez TH-val van, de... Már van lámpánk, úgyhogy most már nem mondhatjátok, hogy sötét van. Csak az a kérdés, hogy... Várjál, de ott kiszedtem én mindent, mert ott mintha lett volna egy térkép, most jut eszembe. Jucus Nagyi. Amúgy nem tudom, Jucus, nézted-e azokat, amiket bedobáltam, vagy bárki nézte azokat a játékokat, amiket ma bemutattak. Várjál, el akartam olvasni. Ugye éjféltől lehet jelentkezni arra a bétára, az FPS-re, azt ugye Zsotyának is mutattam, meg mit tudom, aki szereti az ilyeneket, az tud játszani vele. Ja, semmi nincs benne, jó, ez csak amit ugye elolvastam.
Mi ez a kettős keresztjutus? Illetve az a rókás játéknak jön a második része, és jutszós oda bedobtam egy képet, ott is van egy ilyen madár. Na, ez az, ide kellett jönni. Nem tudtam, mi jöttem el főtünk is. Azért csak nem hagyja ott nyugodtam, hogy mit találtál. Nem tudom, talán ez véletlen egybesült csak forra. Mi volt ez? Aha. Fogadom, gondolom, hogy valaki tudta, mi fog történni vele. Ja, hogy előre be lett írva. Lószart, te szórakozol velem. Nem vicc, esküszöm. Talán ő tette oda, hogy tudta, hogy par fog meghalni. Meg furcsa, csak történik ebben a házban, ez egy... Micsoda, az egyik ajtó be van lakatolva, gondolom a dátum lehet a zár kombinációja. Aha, az a szeptember 13. Na, megnézzük akkor azt, hogy nyitja-e a... Bármi, nem tudom, hogy hol van az a zárt ajtó. Menj a lakatta lezárt ajtóhoz. Eddig picit olyan érzésem van, hallod, Angel, ha te még itt vagy a... Tudod, a Silent Hill 4-be, tudod, a room. Ugye, amikor ott a szobába kell picit... Jó, nem ennyit, de... Meg nem így, de... Na, Jucus, nézted azt a rókásat? Vagy láttad azt a trélert? Megnézted? Várja, hol van a... És futni se tud. Akkor nem itt van, akkor... De ne, várja, padláson nem lehet ajtó. A rókást, igen, igen, hogy nézted a trélert, meg ugye benne van az a madár is, az tök jó, ilyen, annak az a művészi oldalát nézve, ott tök jó néz ki az a játék. Akkor itt kell lennie szerintem. Aha! Nem. Ez az. Jó. Várjál. Itt választ. Ja, várjál. Szeptember 13. Ez az. Ez nem lehet igaz. Ez az a nap, amikor meghalt. This is the day she died. Ja, azt nem tudom, Jucus, mert ugye én nem játszottam vele, hogy az mennyire unalmas, de lehet, lehet, mert ugye abban azt hiszem nem, nincs Duma rész, nem beszélnek. Na. Forgasd el, hogy felfed az üzenetet. Várja? Ja, ha nem mindegyiket tudom elforgatni. Így. Várjál. Aha, itt hármat lehet. Micsoda?
pompom. Ajjaj, ajjaj. Ajjaj, jutos, ajjaj. Most várjál. Olha. Ja, várjál, ide egy röbbetű kéne. Így. Na, oké, jó, most ez nem olyan egyszerű. Jó, igen. Ó. Ja, se betű kéne. Aha, cool. Itt sok van, amit el lehet mozgatni. Egyedül a D betű fix. Atya úrista, várjál. Cure new house. Aha. Ja, köszi Geri, köszi, hogy benéztél, köszi, köszi, és neked is jó ír, hello. Na, ezt kitalálni. Hát ez aztán most így semmi ötletem nincs. Ez ki tudja, mi az Isten lesz. Várjál. Várjál? Nem. D. A D betű fix. A D betű fix. Várjál, fel. Hack. Valakinek van ötlete, szóljon, hogy mi az a 8 betű szó, ami ide illik. És D az ötödik. De... Grasso. Császed, szia, szia. Várjál? Ki jön az? Ezt a szót én még nem is hallottam, ez mi az Isten? Ó, oh, lehet, hogy ez lesz, köszi, köszi. Á, ez az. Ó. Oh. Most így hirtelen nem ugrik be, hogy ez mi az Isten. A többi az oké. Okay. Császet amúgy. Ismered a játékot a... Ó, oh, ott van, figyel a nagyi. Várjál, hol volt a számítógép? Nem itt. Á, itt volt. Ja, jó, oké. Okay. Hát azt ritkán hallom mondjuk. Vagy ritkán találkozok azzal szóval. Ja, az unokája. Ja, nem. Na. Akkor mivel magyarázott, hogy mit láttam? Miért van lakat a szobán? Nem is tudom, én... Egy épeszű ember se zárna be egy gyereket így. Ja igen, a gyerekszobán volt a zár. Köszi, eszek közben egy kis kekszet. Amúgy a...
Az LMV-ket várom, ugye előrendeltem, azt nagyon várom, aztán gondoltam, most lehet, hogy ezt addig végigviszem. Ez olyan hátborzongató, tudom, tudom. Ó, ez baromság. Aha. És most mi jön? Amúgy azért zavaró ez a beszélgetés, mert ugye általában ha bárhol írsz, mondjuk a telefonon, akkor te nem bal oldalt vagy, hanem jobb oldalt. Na most itt meg a karakter, akivel vagyunk, az a kék. És azért kavarodtam én meg. Na nézzük. Á, gondoltam, baszki. Elment az áram. Na várja, de hogy kapcsoljuk vissza? Ó, baszki. Jézusom! Mi a fasz? Baszki. Ez mi volt? Igen, olyan fél. Fala. Ne! Mi a... De mi volt az, amikor a földön húzta valami? Ez most mi? Így ugrál ide-oda a játék? Vagy mi az Isten? Remélem nem ilyen, hogy nem fejeződik be valami. Igen, halucinál, de olyan furán. Para. Itt meg a kis kutyus. Na, mi a... Mi a fasz? Hallod, de beteg, bazd meg olyan, mint... Ne. És hogy behajol, bazd meg, ám beszarok nekiket. Azt a kurva, legutóbb a izében láttam ilyet a... Nagyon, de ez nagyon para, a... Igen, de mit akarok mondani, tudod, miben láttam ezt, és nagyon beteg, és annyira ilyen para, az, hogy nem csinál semmit, de annyira para, hogy ott leselkedik a... Mi a neve annak? Várja aznak a második részében, amikor már ugye a felnőttek is elmegy a csaj az öreg asszonyhoz, beszél vele, és amikor van az a jelenet, az benn volt a trailerben is, hogy nézi a képet, és látja, hogy ugye a bohóc ennek a nőnek, ennek az öregasszonynak a fia volt. És csak így mutatja a kamera, hogy a háta mögött mesztelenül így mászkál, mert ugye mondja neki, hogy kimegy a konyhába valami sütiért, vagy nem tudom miért, és elkezd mászkálni tök mesztelenül, meg így kukucskál. Nagyon, az nagyon beteg. Bazd meg, mi a fasz? Keci, csak nincs ott jó. Azért mondom, beteg játék. Jó, azért hozzátesz, hogy aránylag jó is néz ki, szóval ha ilyen pixel szar lenne, akkor nem biztos, hogy annyira hatna. A házból valami nincs rendben, ide jössz, reggel mindketten elmentek is. Azt... Tehát, ami azt illeti, én végeztem ezzel. Öreg fiszkó, és nem szórakozom, felöltözöm és átmegyek, adj 10 percet, csak várj és csinál vagy. Mi az annyi korkás?
Aló. Jézus. Figyeld meg, ott lesz kint. That was fast. Azt a kurva, hát ez hamar átjött. Ezért oké, hogy itt lakik. De bazd meg. Tuti itt lesz valahol a kis coffos. Bazd meg. Okay, somebody is definitely fucking with me. Might as well stay busy though. Not like I'm gonna get any sleep now. Mi a... Ne! Jézusom. De para. Várjál, de most igazából nem miatt senki. Mi? Várja, itt nem voltam még. Old meg a rejtvényt, és zongoráz. Azt mondja... Hát ebből én nem értem, hogy mi van. Várjál... Hoppá. Kéne valahol találnom izét, színeket. Gyere! Nem? Honnan kéne nekem tudnom, hogy melyik mit izél? Érdekes. Ezt nem értem. Meg kéne oldani a rejtvényt. Várjál csak a... Jaj, miért ásította, jó Isten. A gyerekszobában nincs ezzel kapcsolatban valami. Várj csak. Még a kockákra mondanám azt, hogy csak azokat meg nem látom. Jézus! Ja? Eltűnt, hál' Isten. Ó, most a képet meg lehet nézni. Aha, ott van... zoomolás. Egy hatos. Várja, így kell összeszedni, akkor a... Ez a hatos, a... mi ez?
Hát kék vagy lila, nem tudom. Ó, ez oké, de ez csak egy darab, basszus. Várja. Ebből kéne nekem következtetnem bármire. Hat. Aha, azt tudja, hogy az utolsó a hatos lesz, de annak szerintem... Egy, kettő, három... De hogyha sorba, annak sincs semmi értelme. Jaj, köszi, köszi, Éden, aztán majd még beszélünk, köszi. Szia. Hello, hello, is jó itt. Á, minden képen van egy, értem már. A piros az egyes. Akkor képek. Vagy hát nem biztos, hogy mindegyiket... De ne, hát, ja. Mert ilyen piros az egyes. Á, menj vissza. Na. Hát menj már le. Köszi, köszi, és jó jét. Várja, hol van még kép? Hol van még kép? Hát itt nincs. Itt sincs. Akkor lehetlen lesz a maradék. Eddig piros, egy lila, hat. Á, igen. Narancs, 10. Kék a 11. Akkor a vége az 11-6, az biztos. A sárga a 7-es. A zöld a 3-as. Ha biztosítunk. Na, akkor szerintem meg is vagyunk. Ha 6 darab, ez az jó. Na, akkor ez is megvan, jó. Ebben a házban végül is az az elején lévő jelenet. Most ebben a házban volt végül... igen, szerintem igen, igen, igen. Én arra gondolok. Nem biztos, NGR, mert lehet a kettő különböző helyen, mármint hogy a nagyi meg ez a izé, ez a dolog. Várja, akkor... piros egy. Opa. Három, oké. A sárga 7. Akkor 11, 10, 6. Ennyi. Mi foly? Húha, valami kinyílt.
Na, bazzuk, várja. Mi az Isten? Az komoly. Mi a fasz? Mit csináltad? Ugye? Ugye, Jer? Nincs, mit csinált az a csaj? Ahogy integet. Jó, az animációkat nem... Hát, NGR nem feltétlenül minden erről szól majd a játékban. Nyugtalan az előző éjszaka, ezért elhagyja a nagymamáján házát, és úgy barátnőjénél vártánál marad. Reggel viszik Daniel kocsiját, és indulnak, hogy több önfelelőtlenség. Más is lesz benne, szóval nem végig ez lesz, de hát nem jumpscare, mert pará, mármint hogy ilyen lassú, inkább nyomasztó. Okay, so are you going to explain what the hell's going on? I appreciate being able to crash into the couch last night, but... Look, I get that this is all really weird, but there are a few things you need to understand. And I promise that it'll all make sense. Or at least it will if you keep it open mind. Oh, még választási lehetőséget is van. Köszi, Erik, köszi, köszi, jó ír. Thing you should know is that this is so hard to say. Well, spit it out then. Okay, okay. Look, I knew you were going to move into that house. I've kind of been waiting for you for a few years now. Honnan tudtad ezt? I wasn't stalking you. I've been trying to keep an eye on you. You know, so that you were safe. I knew you'd be moving in yesterday because, well, I know some things about your grandmother. Ah, tud néhány dolgot a nagymamáról. Whole family, actually. That's some pretty heavy stuff to lay on someone you just met last night. I know, but just listen. Have you ever wondered why you were adopted? I mean, like, what actually happened to your mom? Yeah, hogy örökbe fogadták, hogy mi történt a szüleivel. Not really. I was told that my mom died during childbirth and there's no other family. That was a lie. You did have a family. You had a brother and a sister. And nem halt meg az anyja szülésben, és volt egy bátyja meg egy húga. She was murdered. Jól gondolom, hazudtak neki. Ja, ez az a gyilkosság, hogy ő élte túl abból a családból, gondolom. Oh, holy shit, are you serious? Who told you this? Mm-hmm. Like anyone would have told me if it was true. And even if it is, I'm sure the records would have been buried. I was adopted too. Huh? Őt is örökbe fogadták. I was injured pretty bad. The shotgun blast at close range will do that. The doctor said that my amnesia was a result of the trauma. And it took most of my life to recover my memory of what happened. Wait. You see what I think you're saying? About 5 years ago, I started to remember things and started searching for answers about what happened. When I found out you were alive. That you survived too. No fucking way. This is impossible. Daniel, I know it's a lot, but I'm your sister. No. Oh, Hugo. Oh. I can't believe that. Well, it's true. I was there. Hmm.
Okay. Say I choose to believe you. Why did our dad kill my mother and our brother? Seems like a stretch to think he just went nuts one day. Yeah, it's crazy. Unless you know what good old grandma was up to. She was someone pretty high up in a secret society. Egy titkos társaság magas rangú tagja volt. Whatever cult she was a part of had her brainwash our father into doing it. That doesn't make any sense. What purpose could she or they possibly have had to mind control some guy into killing his family? Agykontroll. Well, what little I found out about the cult says that they needed a child to be born from extreme trauma. An act of violence that could force its birth so that the child could act as a vessel for... Well, I really don't know. A vessel for something not good. And that child would have to attain maturity before being of use to them. Yeah, you know what today is. My fucking birthday. My 18. Bingo! Why do you think you were finally able to move into Grandma's house yesterday? No. The very day before your 18th birthday? Because they planned on doing whatever they intended as soon as you were of age. So, how did you stay off Grandma's radar? I mean, you live next door. How did she not know? I moved into that house 2 years ago. By then, I knew there was no way she'd recognize me. You weren't born yet, but the last time she came to visit, I was only a year old. So, when I got the house next to hers, I just kept my head down and avoided her as much as I could. While keeping an eye on everything. Egy pillanat, türelmet, kimegyek 3 percre. Mindjárt jövök. Jaj. Ja, rendben, Zsotya, akkor, hogyha el kell menned, vagy elmész pihenni, persze, persze, mert mondjuk késő van, akkor jó jét, és köszönöm, hogy benéztél, sziaszi. Ja, rendben, NGL, rendben, akkor neked is jó jét. Köszi, hogy voltál. Hello, 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 sziasztok. Aki elmegy, annak mindenkinek jó jét. Mindjárt jövök vissza.
Na, vagyok. Oh man, this is all too much. So, now we're going where? And why are we going to wherever it is that we're going? I was able to track down where our family was supposedly buried. There's something I need to see for myself before I know what to do next. Yeah? What's that? I need to know if our dad is buried there too. Fuck. We're getting close, and I'll get my answers. And yours, real soon. I know this is a lot. Are you okay? Fuck. I don't know. I always figured something would happen in my real family. Daniel, look out! Holy shit. Oh, that was way too close. Well, we aren't far from where we need to go. Looks like there's a trail over there that we can take to where the gravesite is. All right. Walk from here. Yeah, it shouldn't be a bad hike, but you go on ahead. I need to grab my bag from the trunk and handle a little something. I'll join you when I'm done. What? No, we should stick together. Go on, you big baby. I was going to send you on ahead this whole time. I just need to do this one thing really quick. Alone. Fine, whatever. Just... be careful. Call me if you need a hand, I guess. Thanks, but I'll be okay. I promise it won't take long. It'll be worth it. Oh, and one more thing. Shit, Martha, a gun? Really? When I first found out about you, I started looking further into the society that Grandma belonged to. A kisasszony felkészült. I wasn't able to dig up much, but I did find out about a gathering they were having. I managed to find a place to hide and watch, and during the meeting, well, I stole this. It's some kind of relic for them. Seriously? A relic? It's just a fucking handgun. I know it looks like it's nothing special, but the way they were handling it, it was like they were touching Excalibur or something. I want you to take it, just to be safe. I already took it to a gun range and tested it. It works just like a normal gun. You're joking, right? I've never even held a gun before. Just take it. I'll feel better knowing you've got something to defend yourself in case those nutjobs come looking for you. No, I'm just freaked out. I get it. It is spooky out here. Surprised we haven't run into anybody else. But hey, wasn't I supposed to be the one calling you? I mean... yeah, no, you're right. I'm sure I'll still get to play the damsel in distress at some point. But seriously, call me if anything happens. I will. Oh, and thanks for letting me keep Plopsic at your place while we do all this. Spookfest in the house. I feel so bad moving in there now. Poor little guy. No sweat. As long as he doesn't chew up the furniture, we're all good. No promises on that.
graveyard is close by, she says. Sounds like I've been out here for hours. I don't need to worry about it right now. I don't need to worry about it right now. Ja, Hadriel, hát nem tudom, hát a többiek is mondták, hogy állítólag sötét, nem tudom, én a telefonon így visszanézem a streamet, ahogy játszok, és nálam nem sötét, igaz, hogy nem full világos, de tisztán látom a streambe, hogy mit csinálok, mármint a karaktert, a fákat, a növényzetet. Csá-csá, amúgy jó. Man, I really didn't dress right to go on a hike today. Bocsi, hogyha ilyen, de hát nem tudok ellenem itt csinálni, mert így streameli, vagy hogy mondjam. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok. Én mondom, én visszanéztem magam, nekem nem tűnik sötétnek. Ó, mi az ott? Jaj, bazd meg! De miért nem... Hát kurva anyádat. Hát célozd már. Melyiket töltöm újra amúgy? Semmelyikkel, mi? Hát de bazd meg. De miért nem célzó a kurva anyádat? Már elnézést. Ha nem... Istenem. Mi ez az irányítás? Hát bocsi, én nem tudom. Nekem... Én le... Nem tudom. Fucking what? No, I don't know. I can't explain it, but... There's something else out here too. It's like the whole world is... Én ugye csak azt látom, amit itt a visszanézek magamnak a telefonon, nekem jó.
Te figyelj, mire gondolsz, hogy sötét? A karaktert nem látod? Vagy mi? Vagy annyira sötét? Vagy csak a két oldalán látod sötétnek? Szóval te nem látod a kezébe például a fegyvert, meg hogy milyen ruha van rajta, meg ilyenek? Na, amit? Nem mondod. Hát de várját, hogy az Istenbe? Várj egy picit. Most neten is visszanézem. Aha, mindjárt visszanézem. Most mondjuk a vadat tudnám visszanézni igazából. Várj egy pillanatot, leállítom a streamet és újraindítom, akkor meg tudom nézni a vodat.